Vendégem dr. Rideg Sándor, hagyományos kínai orvos, addiktológus, neurológus, pszichiáter. Nagyon örülök, hogy itt vagy. A mostani témánk a holisztikus diagnosztika, avagy a betegségeink igazi gyökerei. Hát miért is választottam én ezt a témát? Mert ugye az egész rendezvényünk a holisztikus szemlélet jegyében zajlik, és azt is tudom, hogy a kínai orvoslásra is ez jellemző. És ugye veled minden hónapban szoktunk Szegeden nagyon-nagyon jó előadásokat tartani, és mostanában erről nem volt szó. Hát vágjunk bele! Kezdjük, igen. Az kínai orvoslás valóban az egyik legrégibb orvoslás, ugye az indiai talán valamivel régebbi, de a kínai orvoslás is tulajdonképpen hasonló gyökerekből indult. Körülbelül 5000 éve működik a kínai orvoslás. Tulajdonképpen a tudományos kutatók több tekintetben összehasonlítják ezeket a keleti rendszereket. Azt szokás mondani, hogy az indiai orvoslás az elsősorban a gyógynövényterápia vagy a bioenergetikai terápiának a homeopátiás részében igazából erősebb, hiszen az igazi homeopátia alapjai, amelyet ugye aztán Európában ugye Hahnemann orvos dolgozott ki, igazából Indiából erednek. Hahnemann is tulajdonképpen indiai mesterek tanításaiból jutott hozzá a homeopátiához. A kínai orvoslás viszont a másik irányban fejlődött, méghozzá az úgynevezett biofizikai orvosi rendszerek irányában, hiszen a gyógynövényterápia mellett a masszások, a köpölyök, a tornagyakorlatok, a tai chi, a qigong és az akupunktúra volt a kínai orvosok fő fegyvere. Az akupunktúra ugye tűszúrásos gyógymód, amelyben egy akupunktúrás tűt használnak. Ha megvizsgáljuk modern biofizikai módszerekkel ezt az akupunktúrás tűt, nagyon érdekes felfedezést kell tenni. A tű két fémből készül. És mindenki tanulta már általános iskolában, hogy hogyan készül egy elem. Ugye? Elektrolit oldat, és ha kétfajta fémet rakunk ebbe az elektrolit oldatba, akkor feszültséget és áramerősséget kapunk. Ugye? Így működik a ceruza elem, vagy a 9 volt, vagy bármilyen elem akkumulátor. A kínaiak tehát azt tették, hogy ezt a két fémből lévő tűt beszúrják a testbe, a test pedig elektrolit oldat, hiszen nátriumklorid 0,9%-os oldata, és ennek hatására az akupunktúrás tű elektromos áramot generál a testben. Tehát gyakorlatilag egy biofizikai terápiáról beszélünk, amely nyilván megfelelő orvosi indikációkkal, megfelelő metódusokkal kidolgozva valóban használható gyógyító biológiai terápiára. De hát ugye most a diagnosztika. Igen, tehát ezt tulajdonképpen ők diagnosztikára is nagyjából használják, de ami a lényeg, az, hogy a kínai orvos gyakorlatilag egy okozati diagnózist próbál felállítani. A kínaiak az öt elemtan elvén dolgoznak. Mit jelent az öt elemtan? Ugye ők abból indultak ki, hogy a világegyetem és az emberi test az tulajdonképpen ugyanúgy működik. Magyarul, ahogy Hermes Trismegistus mondta, amint fenn, úgy lenn. Tehát a világegyetemben energiák működnek, ez az öt energia, a tűz, a víz, a föld, a fém, és ezek az energiák az emberi testben is megtalálhatók. Tehát magyarul a test ugyanígy, mivel mi benne élünk ebben a világban, ezek az energiák bennünk is megnyilvánulnak. Ennek az energiarendszernek ahhoz, hogy a test egészséges legyen,
egy egyensúlyban kell működnie. Tehát az öt energia az emberi testben egy teljes harmóniában működik, ha egészségesek vagyunk. Így tehát, és minden szerv tartozik egy energiához. A fa energia a máj, májepehólyag funkciókörrel fémjelzett. Mi a fa energia, a máj energia? Ez a tavasz, a mozgás, a szél. Tehát a fa energia nem más, mint a mozgás, és a máj működés nem más, mint a mozgások vezérlése. Ezért, hogyha a csí, az energia, amit ugye a kínaiak egy alapvető dolognak tekintenek, ami a testben áramlik, ha ez nem mozog rendesen, ha ez blokkolódik, akkor a máj energia is sérül, tehát ebben az esetben a májunk működésében is blokkok vannak. Tehát ha mi az energiák áramlását rendezni akarjuk, akkor a máj energia működését is rendeznünk kell. Tehát ebből ők már tudják azt, hogy milyen probléma van. De nézzük meg a tüdőt, mint fém energiát. A tüdő vastagbél, az a fém energia. A fém az a pajzs, ugye? A kínaiak a fém energiát az immunrendszer egyik fő vezérlőjének tekintik. Ezt így fogalmazza meg a nyugati folféle bioenergetikai rendszer, hogy tulajdonképpen az allergiák. Minden igazi allergia elsődlegesen a fém energiarendszerben jön létre. Tüdő, köhögés, nátha, arcüreggyulladás, asztma, autoimmun betegségek nagy része is a tüdőn mindig megjelenik, hiszen a tüdő, mint védőpajzs, egy immunrendszeri funkcióként szolgál. Az immunrendszer másik funkciója a máj. A máj energia az immunrendszerünknek a másik fő energetikai összetevője. Ha azt tekintjük, hogy mi, mint immunerő egy lakásban, vagy egy házban, vagy egy várban lakunk, akkor gyakorlatilag a tüdő az, aki figyel, tehát nézi a terepet, és a máj az, aki az ajtót nyitja és csukja. Ugyanis energiákat fel kell vennünk, le kell adnunk, hiszen egy disszipatív, azaz energia felvevő, leadó rendszerek vagyunk, így tudjuk magunkat egyensúlyban tartani. Tehát a máj az, ami kinyitja az ajtót, bejönnek a jó energiák, nyilván rosszak előbb bezárja az ajtót. A tüdő az, aki vezér és figyel, és adja a parancsot, hogy most bezár, kinyit. Ha ezek nem tudnak együttműködni, tehát ha a máj nem tudja időben bezárni az ajtót, és bejön a rossz energia, akkor gyakorlatilag megbetegszünk. Tehát az immunrendszernek a működése az egy rendkívül fontos dolog. A másik dolog a kínai rendszerben, hogy az immunrendszer az úgy működik, mint az idegrendszer. Tanul. Az immunrendszernek tanulni kell. Tehát ha mi nem hagyjuk, hogy az immunrendszerünk tanuljon, magyarul búra alatt tartjuk magunkat, akkor örökké immungyengék leszünk. Tehát az immunrendszer az úgy dolgozik, hogy meg kell tanulnia megküzdeni. Mint egy versenysportoló, hogy megküzdök emberekkel, megtanulom legyőzni őket. Ha az immunrendszer nem tud egy fertőzést legyőzni, akkor abból örök krónikus betegség lesz. És egyre mélyebbre süllyed az immunrendszer ebbe a dologba. Ennek egyik tünete, van egy arcüreg, például van egy beteg, kinek van arcüreggyulladása. Évekig ismétlődik. És egyszer csak eltűnik az arcüreggyulladás, és mondja a beteg, hurrá, most már nincs arcüreggyulladásom. És erre kérdezzük, hogy van-e még valami baj. Ja igen, most már ízületi gyulladásom van csak. Ugye? Áthelyeződött a betegség egy súlyosabb formába. Tehát úgynevezett betegség áthelyeződés van, mert az immunrendszer az arcüreggyulladást nem tudta legyőzni, nem tudta megoldani, nem tudta kifejleszteni vele szemben a hatékony védelmet. És minden egyes betegség egyre mélyebbre süllyed, hogyha a szervezet, az immunrendszer nem tanulja meg legyőzni, kezelni ezt a problémát. Van erre kiút, persze.
a kínai orvoslás erre is kidolgozta a módszer, az úgynevezett reaktiválás módszerével vissza tudja ezeket a betegségeket fejleszteni, és létre tudja hozni a teljes gyógyítást. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet azt, vagy hogyan tudja a kínai orvoslás, vagy te, megtalálni az elakadás, vagy a probléma okát? Tehát, hogyha egy problémával hozzád, tehát ez a diagnosztikus része a dolognak, így hogy van. Honnan lehet igen. azt tudni? Az ötelemtan alapján, az energia blokkok alapján lehet tudni, hogy tulajdonképpen hol vannak a fő problémák. Mondjuk vegyünk egy olyan problémát, mondjuk, hogy elhízás. Az elhízás is egy betegség. Most vannak emberek, akik ugye azért híznak el, mert egyszerűen betegek. Tehát maga a betegség okozza az elhízást, ugye ebben az esetben energia blokkokat keresünk az ötememtanban, és ebben az esetben mindig és minden esetben a léb, has, nyálmirigy, gyomor funkciókörben lesz a blokk. Azért, mert a kínai orvosi tanok szerint a léb, gyomor, hasnyálmirigy funkciókör, mint energetikai rendszer, a születés utáni élet alapja. Azaz, ha azt tekintjük, hogy van öröklött és szerzett tulajdonságunk, akkor a léb, gyomor, hasnyálmirigy energiarendszer az mindig a szerzett alkat, a szerzett létünknek, a szerzett tüneteinknek, életünknek az alapja, míg a vese, kutyhólyag funkciókör pedig mindig az úgynevezett öröklött, azaz a genetikai alkatnak a kérdése. Például, ha valakinek allergiás az egyik szülője, akkor ő körülbelül 40%-ban fogja örökölni a vese energia rendszer által a hajlamot az allergiára. Ha mindkét szülője allergiás volt, ebben az esetben már 80%-ban fogja örökölni azt az energetikai gyengeséget vagy hajlamot a vese funkcióköre által, hogy allergiás lehet. Na most ez nyilvánvalóan csak egy pozíció, tehát csak egy potenciális lehetőség. Ha ő nagyon egészségesen él, nagyon jól táplálkozik, akkor lehet, hogy ez az allergia nem fog kialakulni. Azonban, ha ő hibát követel ebben a úgynevezett szerzett alkati létben, ugye a lépfunkciókör által, ebben a pillanatban viszont ki fog alakulni szinte törvényszerűen az allergiás mechanizmus a szervezetében. Hát ez nagyszerű, illetve az nem nagyszerű, hogy kialakul, de... És ez hogyan, te úgy tudom, hogy ezzel a fullféle állapotfölméréssel... Többféle metódus van, mindenképpen a lényeg a kínai orvoslásban az energetikai folyamatoknak a vizsgálata. Azt megnézni, hogy az energiák, az öt energia az emberi testben egyensúlyban van-e, vagy egyensúlytalanság állapotában van. És ezt lehet mérni? Ezt mérni is lehet, természetesen lehet fullkészülékkel, lehet riodorakú készülékkel, lehet többféle készülékkel, de a pulzusdiagnosztika és nyelvdiagnosztika alapján készülék nélkül is meg lehet állapítani. A kínai orvosok nagy része pulzus, nyelvdiagnosztikát és ugye kikérdezést, tehát egy anamnesztikus adatot használ, és ez alapján 100%-ban meg lehet mondani, hogy a szervezetben lévő öt energia, a világegyetem öt energiája egyensúlyban van, vagy egyensúlytalanságban van. Ez tulajdonképpen a diagnosztikának az alapja. A lényeg pedig, hogy az egyensúlyt, ezt az ötelemtani egyensúlyt helyreállítsuk. Az ötelemtan egyébként olyan rendszer, mint egy biofeedback. Tehát az energiáknak van egy erősítő táplálóköre, tehát minden szerv energiát ad át a másiknak, és minden szerv kontrollál egy másik energetikai funkciót. Mert csak egyensúly, csak egy úgynevezett pozitív-negatív feedback együttes irányításával jöhet létre. Tehát, ha valahol sok van, akkor valahol kevés van. És ezt az egyensúlytalanságot tudjuk mi a pulzus, a nyelvdiagnosztika, vagy esetleg egy készülék segítségével föltárni,
és ezek után gyógynövényterápiával, akupunktúrával, masszással, moxával, azaz hőterápiával, vagy köpőzéssel helyre tudjuk állítani az egyensúlyt. Lenne egy olyan kérdésem, hogy biztosan tudom, mert már sokszor hallottam, hogy tudsz-e nekünk olyan gyakorlati példát mondani, amiben, ha nem ezzel a módszerrel vizsgáljuk a beteget, hanem mondjuk a nyugati típusú módon, teljesen más okot találunk, vagyis, hogy amikor az igazi okot ezzel a módszerrel megtaláljuk, de mással máshol tapogatózunk. Igen, ez a problematika a keleti orvosi rendszerek és az úgynevezett, nevezzük úgy, hogy alternatív vagy komplementer gyógyászat és a nyugati orvoslás között mindig egy meredek és nagyon kemény vita. Ugyanis mi a nyugati orvoslás diagnózisok nagy része tünettani diagnózis. Azt mondjuk, hogy fejfájás. Hát a fejfájásnak ezer oka lehet, vagy száz oka minimum, amit ma ugye föl tudunk tárni. Viszont tehát lehet egy betegség tünettana több okból keletkezhet. Másrészt pedig több tünet hozhatja ugyanazt az energetikai mintaképet. Tehát azt kell látnunk, hogy a valódi diagnosztika, az ugye, ha azt nézzük, hogy körülbelül 5 lépéses módszerrel lehet megállapítani majd betegségdiagnózist, akkor a keleti orvoslás már a második, az első lépcső, amikor egyensúly van és egészséges az egyén, a második lépcső, amikor már vannak eltérések, már vannak energetikai működészavarok, de az egyén még nem érzi, panasza még nincs, és diagnózis sincs, hiszen az orvos sem tud mondani semmit. A harmadik dolog, amikor az egyénnek panasza van, már vannak energetikai eltérései, de orvosi diagnózis nincs, mert mondjuk a CT, az MR, a laborok negatívak, de ő már beteg. És csak a negyedik, ötödik szint az, ahol úgy gondoljuk, hogy ma a nyugati orvoslás diagnózis tud valamilyen szinten fölállítani. Na most a alternatív diagnosztika és a keleti diagnosztikában mindig oki kérdések vannak, tehát azt nézzük meg, hogy mi ennek a fejfájásnak az oka. Allergia? Vagy vitamin és nyomelem hiány? Vagy pedig valamilyen súlyos lelki sérülés. Ugye mindjárt mondok egy példát. Van egy fiatal ember, akinek a következő tünetei vannak: hiperaktivitás, nyugtalanság, agresszivitás, alvászavar. Ugye nyugati diagnosztikában mi történik? Pszichiátriai kezelés, gyógyszerek adása, most nem akarom sorolni, hogy mi, rengeteg van. És ezáltal kap egy gyógyszert, de ez nem egy oki terápia, mert nyugtatókat kap, szorongásoldókat kap, stb., de ezzel az ő betegségnek az oka nincs megállapítva. Nem tudják, hogy mitől van, csak van, és tünetileg adnak egy gyógyszert. Na most mi megvizsgáltuk ezt az egyént, kiderült, hogy ő vegetáriánusként él, és hibákat követett el a táplálkozásában. Nagyfokú aminósav hiány, vitamin hiány, nyomelem hiány, ásványi só hiány volt a szervezetében. B12 vitamintól kezdve egyebek, és maguk ezek a dolgok okozták az ő hiperaktivitását, az ő agresszivitását, miáltal visszatöltöttük az aminósavakat, nyomelem, vitamint, és egy helyes étrendesre állítottuk át, ezek a tünetek gyógyszer nélkül és nyom nélkül eltűntek. Tehát látjuk, hogy ez a különbség az oki és a nem oki kezelések és diagnózisok között. Szintén mondok egy másik példát, fiatal lány, csípőműtétet végeznek rajta bizonyos okok miatt, és a műtét után 2 héttel rendkívül súlyos, szorongásos rohamok, alvási problémák, rettenetes félelemérzések jelentkeznek. Ugyancsak elviszik a pszichiátriára, ott kap nyugtatókat, de a tünetek változatlanok. A nyugtatók valamit ugye nyugtatnak rajta, de igazából a probléma és a tünettan nem megoldott.
az alternatív vizsgálat, kínai orvosi vizsgálatok során kiderül, hogy az ő egy fölületes altatásban részesült, magyarul a nem tökéletes altatás miatt egy nagyon erős idegrendszeri negatív élmény rögzült meg a tudattalanjában, amelyet ugye fölhozva, megoldva és megfelelő kínai orvosi kezelést követően teljesen rendeződött, de a nyugtatók nem oldották meg az ő problémáját. Tehát ezt megint hangsúlyozni kell. Tehát ez a különbség egy nyugati terápia, egy nyugati diagnózis és egy keleti diagnózis és egy keleti terápia között. Hát, szerintem köszönöm. Van-e még valami, amit el szeretnél mondani, ami nagyon fontos lenne, és úgy érzed? Egy dologról szeretnék még beszélni, hogy a keleti orvoslás diagnosztikai rendszerében, hiszen sokat beszéltünk előzőekben is az érzelmekről, van egy olyan diagnosztikai séma, hogy minden egyes szervhöz, azaz funkciókörhöz tartozik egy érzelem. Tehát a kínai orvosok ugye nem az agyat tekintik egy elsődleges központnak, az agyat inkább ilyen átjátszó központnak, fontos központnak, de nem igazán olyan központnak tekintik, mint ezt a nyugati orvoslás, és minden egyes érzelem egy funkciókörhöz társul. Például a májhoz a harag, a düh, a tüdőhöz a bánat, a szomorúság, a léphöz a depresszió, és a szívhöz pedig a nyugtalanság, hektika, ingerlékenység, stb. Ugye a sen, a szellem, nyugtalanság az ugye mindig a szívhöz kötött. És minden egyes érzelem vezérlés a funkciókörhöz kötött. Például a sen, a szellem az a szívben lakik, ugye míg vannak ugye a pólélek és egyebek, az a májban lakik, tehát minden egyes funkciókör tartalmazza mind az érzelmi, mind pedig a gondolati energiákat. Tehát például a vese például az akaratnak a vezére, a vese húgyhólyag funkciókör, ott lakik az akaratnak a székhelye, stb. Tehát minden egyes funkciókör. Most ez a úgynevezett horizontális kapcsolat, amely azt jelenti, hogy minden egyes érzelem kapcsolatban van egy vegetatív funkciókörrel, azaz vegetatív szabályzókörrel, ami a szervek működés vezérlését jelenti, és mindegyik kapcsolatban van egy mozgatókörrel, az egy izomcsoporttal. Tehát, ha például azt mondjuk, hogy bánat, szomorúság, érzelme tartósan hat, akkor a tüdő funkciókörünk energiája fog megbetegedni. Magyarul a tüdő energia lett meg tönkre, és ha az egyén nem vigyáz, ugye régen gyakori volt ez, hogy TBC-t kaptak az emberek, de azért kapták ugye a TBC-t, mert ez a funkciókör nem működött rendesen, és a tüdő energia legyengült. Ekkor ugye a háton, a nyakon levő izomcsoportokban beraktározódik a negatív energia. Magyarul az izmokban raktározott érzelem fog megjelenni. És minden egyes szintnek ugye megvan ez a területe. Ugye a májnak ott a hát közepén található egy ilyen rendszere, az ott lévő is a bordaív alatt és a bordaívben. Tehát, hogyha a máj funkciókör, a harag, a düh fog előtérbe kerülni, akkor jön az epeköpés, ugye, Hippokratésznek volt ez az érdekes mondata, hogy epét köp a beteg, tehát epés lesz a beteg, aki egy indulatos, egy dühös, egy ingerlékeny, egy ilyen kolerikus, egy ilyen mogorva, kicsit sokszor indokolatlan érzékenység, dühösséggel fog reagálni. A kínai orvos már ekkor rögtön tudja, hogy ez a máj funkciókörnek a problémája, epekő, epeúzzavar, epeelfolyás. Ugye szoktunk ilyet mondani, hogy hipo vagy hiperkinetikus epehólyag, ami azt jelenti, hogy alulműködő epehólyag vagy túlműködő, mert vagy gyorsabban öríti be az epét a bélbe, mint ahogy kellene, vagy lassabban, mind a kettő baj. Ezért a kínai orvos ezeket a problémákat okilag rögtön tudja egy akupunktúrával a máj epehólyag funkciókör akupunktúrás pontjain kezelni. Hát nagyon köszönöm. Ennyi fér bele a beszélgetésünkbe, és nagyon köszönöm, hogy újra itt voltál. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. És hogyha valakinek...